Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás július 1-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy csokis kártya. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre megadja a választ itt ez a kártya. A kettes szám arra utal, hogy ti és ő, a párkapcsolat. Ez a fa itt legyökerezik, tehát ő megtalálja a helyét. De ez a fűzfa mutat szomorúságot, régi emlékeket. Valami szomorítja őt, de ez nem a mostani helyzettel áll összefüggésben, hanem az ő múltjával. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Erre megadja a választ ez a kártya. Ámorhoz nem kell túl sokat hozzáfűznöm, ez a szerelem szimbóluma. És az azt jelenti, ő szerelmes belétek. És a harmadik kérdés az volt, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt a kezébe veszi a dolgokat, mozgásról van szó, de ő még irányt változtat. Miért? Egyrészt, mert ő még szomorú, másrészt megadja a választ ez a csokis kártya, és ez arra utal, hogy még vannak neki kihívásai, vannak még nehézségek az ő életében. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500, és ti választhattok az indiai asztrológia szerint, vagy a mi asztrológiánk szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!